A keddi viharos szél jócskán adott munkát a tűzoltóknak. A vármegyében összesen 40 bejelentés érkezett a katasztrófa védelemhez. Legtöbbször kidőlt fák, letört ágak miatt riasztották őket, de épületek, lakóházak is megrongálódtak. Az erős szél megbontotta a Móriusza lemezfedését. Iszka-Szentgyörgyön két családi ház tetőszerkezete és egy garázs teteje rongálódott meg. Ezek közül az egyik lakóházra egy fa dőlt, a másiknak pedig a zsindely fedését szakította fel a vihar. Sárga szín egy 7 méter magas ecet fa dőlt egy családi ház garázsára. A fát a Székesfehérvári Hivatásos és a Sárvíz Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el az épületről. Balinka és Mecsértelep között egy 10 méter magas nyárfa zárta el az utat, Csókakő közelében pedig egy 6 méter magas fa dőlt vasúti sínpályára. A legtöbb helyszínen az önkormányzati és hivatásos tűzoltók az önkéntes tűzoltó egyesületekkel együttműködve végezték a károk felszámolását egészen a késő éjszakai órákig. Székesfehérváron szerencsére komolyabb kár nem történt.